Nagyon jól érzem magam. Néhány napja már itt vagyok Budapesten. Ez egy nagy klub, büszke vagyok rá, hogy én is a részese lehetek. 3 napja érkeztem, már beszéltem a csapattársaimmal. Láttam a legutóbbi meccsüket, nagyon jó közösséget alkotnak. Azt is láttam, hogy épül egy új stadion, és örömteli számomra, hogy mindenki nagyon kedvesen fogadott a klubnál. A Fradi megkeresésénél az első cselekedetem az volt, hogy beszéltem az itt élő honfitársaimmal. Ők elmondták, hogy egy nagy klubról van szó, amely a múltban rengeteg bajnokságot nyert. Elmondtam az ügynökömnek, hogy érdekel a dolog. Örülök, hogy végre itt vagyok, és aláírhattam a szerződésemet. Egész karrierem során Hollandiában játszottam, itt volt az idő a változtatáshoz. Tudom, hogy a Ferencváros egy nagy klub, Budapest pedig egy nagyszerű város, amit eddig láttam belőle, az nagyon tetszik. Hallottam, hogy a klub bajnokságot akar nyerni ebben az évben, remélem, ennek én is a részese lehetek. Nagyszerű történeteket hallottam a szurkolókról holland csapattársaimtól. Ők elmondták, hogy a fradisták nagyon hangosak otthon, valamint amikor idegenben játszunk, mindig elkísérnek minket. Fantasztikus, hogy a klubnak ilyen sok szurkolója van, valamint az, hogy hangosok és ilyen fanatikusan szeretik a Fradit. Láttam már magamat az újságban, remélem, hogy később is olyan teljesítményt nyújtok, hogy majd írnak rólam. Nagyon jól érzem magam. Úgy gondolom, hogy nagyon jó helyre kerültem, nagyon nagy célokért küzd a klub, úgyhogy jobb döntést nem hozhattam volna. Természetesen megörültem neki, hiszen a Fradi egy tradicionális klub, ugye, nagyon nagy szurkolótáborral, illetve most stabilábbakon áll, egyre stabilábbakon épül a stadion is, és a csapat is elég jó és folyamatosan fejlődik, tehát bajnoki címért tud játszani, ezért természetesen örültem az érdeklődésnek. Igen, már részt vettem az első edzésen az orvosvizsgálatok mellett, nagyon éreztem magam, jó edzésünk is volt, úgy látom, nagyon jó csapategység van és jó hangulat az öltözön belül, mind az edzésen, mint az edzésen kívül is, úgyhogy nagyon pozitív társaságot ismertem meg most. Hát az egyértelmű, hogy kimondottan is ugye a bajnoki cím a cél, tehát ez az elfogadható. Természetesen nem csak a klub, hanem ugye a szurkolótábor is ezt veleje minden esetben a Fraditól csapattól. Hát ez egy óriási motivációs tényező, ugye, és hát magunktól is ezt kell várnunk, hogy minden meccsen csak a győzelmet elfogadható, azért kell hajtani. Ezért minden meg kell tenni a hétköznapokon is, úgyhogy nagyon várom, hogy jól sikerüljön.